Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás január 6-án. Az első kérdés az lenne, hogy mi foglalkoztatja őt, mik a gondolatai, mik a tervei, és ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez a kép jelenti a megújulásokat. Alul, úgy minden szürke, ez mutatja a múltat, a félelmeket, vagy bizonyos eseményeket, ami félelmeket váltott ki belőle. De ez a múlt. Ő áttette most ezen magát, és jobbulnak az események. A második kérdés pedig az lenne, milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Én ezt a kártyát nagyon érdekesnek tartom. Ezen a kártyán van 5 érem. Ebből 4 a háttérben látható, mint egy szent kép. És ez a 4-es szám, ez a 4 érem a háttérben utal arra, itt minden rendben van. De ez a kislány tart 1 érmét a kezében, ami a háttérben van, azt észre sem veszi. És úgy gondolja, ez az utolsó, és fél attól, hogy elveszíti. Itt látható ez a szomorúság is. Neki meg kellene fordulni, és észrevenni azt, mi van a háttérben, és akkor úgy megnyugodna, minden rendben van. A kártyáknak szimbolikus jelentése van, és ez a kártya mutatja most az ő érzelmeit. Fél attól, hogy elveszít valamit, vagy valami miatt nagyon szomorú. De neki csak meg kellene fordulni, és akkor észrevenni azt, hogy jól alakulnak a dolgok. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ezen a kártyán is az érmék láthatóak, és itt minden rendben van. Ő nem beszél a félelmeiről. Ezek az érmék nem csak az anyagiakat vagy a munkahelyt illeti, hanem a belső értékeket is. Ti értékesek vagytok az ő számára. A 10-es szám utal 1 új kezdetre. És most megtekintjük a napi energiát. Ezen a képen egy ajándék látható, de egy csere is. Ti adtok valamit, vagy ő ad valamit. Itt megvan ez a kiegyensúlyozottság. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a 3 kérdőjeleset, vagy egy másikat. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!